A kőoroszlán nagyjából még őrzi a méltóságát, a vas szerkezetet viszont eszi a rozsda. Budapest egyik jelképe a Lánchíd, nagyon rossz állapotban van, évek óta húzódik a felújítása. Hát maradjunk abban, hogy elképzelni se akarom, hogy ez a munka idén ősszel ne kezdődjék meg. Ezt egy évvel ezelőtt mondta Tarlós István, akkori főpolgármester, aztán az ősz több szempontból is csalódást hozott. Nem csak a felújítás nem kezdődött el, de még az is kiderült, hogy jóval többe kerül majd a tervezetnél, nagyjából a duplájába. Ezért kérte Karácsony Gergely Budapest új főpolgármestere a kormánytól, hogy egészítse ki a korábban megígért 6 milliárd forintos támogatást. Tarlós István is 6 milliárd forintot kapott. Ennyit ígértünk neki erre a beruházásra, ez az összeg Karácsony Gergelynek is rendelkezésére áll. Vagyis se több, se kevesebb, mondja Fürjes Balázs államtitkár, a kormány úgy döntött, nem adnak több pénzt a fővárosnak a Lánchíd felújítására. Mi azt javasoljuk Karácsony Gergelynek, hogy lépjen fel a túlárazás ellen, védje meg ettől a budapestieket, és mutassa meg, hogy az új városvezetés képes egy jobb közbeszerzést lefolytatni, képes olcsóbban megvalósítani ezt a beruházást. Ha jól értem, akkor a kormány egyik államtitkára túlárazásra vádolja a főváros előző vezetését. Szerintem ezt érdemes így értelmeznünk, én máshogy nem tudom. Karácsony Gergely ma azt mondta, a kormány további segítsége nélkül is felújítják a Lánchidat. További plusz 4 milliárd forintot kértünk. Erre mondtam azt tegnap, hogy ez nagyjából a miniszterelnök dolgozó szobájával egyenlő összeg. Azt gondoltuk, hogy talán ennyi forrás még található a magyar költségvetésből. Szomorúan, de tudomásul vesszük, hogy ez sajnos nincs így. Azt, hogy milyen módon csökkentik a felújítás költségeit, egyelőre nem lehet tudni. A fővárosi közgyűlés várhatóan a következő ülésén dönt ezzel kapcsolatban. Az sem kizárt, hogy új közbeszerzést írnak majd ki, ahogy azt a kormány is javasolta.